Élő televíziós adásban kapta meg a koronavírus elleni oltást Joe Biden, megválasztott amerikai elnök. Az akció része a kampánynak, amelynek a célja, hogy meggyőzze a közvéleményt a vakcina biztonságosságáról. Nagyon sokkal tartozunk ezeknek az embereknek, a tudósoknak, akik a vakcinát létrehozták, a frontvonalban lévő egészségügyi dolgozóknak, akik elképesztő munkát végeztek. Bár lenne idő arra, hogy végigmenjünk itt a kórházban, és bemutassuk, milyen elfoglalt és nagyszerű itt mindenki, mondta Biden. És az adminisztráció is megérdemli, hogy elismerjük, amit az oltási program elindításáért tett. Miközben a vakcina kiszállítása és elosztása folyamatban van, a képviselőház megszavazta a járvány gazdasági hatásait mérsékelni hivatott 9 milliárd dolláros gazdaságélénkítési csomagot. Ez többek között 300 dollárral emeli a munkanélküli ellátást, egyszeri 600 dolláros segélyt juttat számos amerikai háztartásnak és komoly támogatást a bajba jutott kisvállalkozásoknak. A csomagot a Fehérház közlése szerint Donald Trump is aláírja majd.